1980, a kőfalak leomlanak. De nem egy Taurus, hanem egy Edda koncert előtt, és nem az emberek között, hanem szerencsére csak az ifjúsági park, a budai ifjúsági park bejáratánál. Korábban volt már szó a Várkert bazár történetéről, most egy zárójeles zárványkorszak, a budai ifjúsági park története következik a legendás 60-as évekből. ...1961. augusztus 20-a, amikor ünnepélyes keretek között átvágták a szalagot, és megnyílt a KIS budai ifjúsági parkja. Fellépett Bodrogi Gyula és Kerényi Gabriella, Németh Lehel pedig elénekelte a Reszket a hold a tóvizén című slágerét. Aztán utána nem sokára be is zárt a park, mert ezen a megnyitón csak az építők és az építtetők ülhettek, és igazából 1962 nyarán nyílt meg. Tudnivalók a budai ifjúsági park látogatásával kapcsolatban. Belépés csak 18 éven felüli fiúk és 16 éven felüli lányok részére. Nyakkendőben, világos ingben, zakóban. Vászon nadrágban a belépés tilos. Kitiltást eredményeznek a következő kihágások. Ízléstelen táncolás, nem twist számra történő twistelés, egy lányjal több fiú twistelése, fiúk egymás közti twistelése és más feltűnéskeltő viselkedés. Ez egy belépési szabályzat 1962-ből. Az IFI park megnyitásáról természetesen a pártvezetés döntött, kellett egy ellenőrzött hely a fiataloknak. Ehhez találták meg a volt ávós és birkózóedző Rajnák László parkvezetőt, a legendás Rajnákot, aki esténként maga ellenőrizte a fiatalok ruházatát, frizuráját, és aki nem volt rest, személyesen pofonokat is osztani, sőt, olykor gumibotozni sem. Rajnák alakját egyébként Cseh Tamás is megénekelte egy dalában, aztán később Gotár Péter Megáll az idő című filmjében hívják Rajnáknak azt a keményvonalas igazgatóhelyettest, akit Rajhona Ádám alakított. Egyébként ebben a táncos, szórakozó helyes korszakában az IFI parknak itt volt a színpada, és itt előtte voltak az asztalok, itt lehetett táncolni, de aztán később itt ezen a felső oldalon megépült egy kiszolgáló épület, ami már kifejezetten a park számára épült. Pázmárdi Margit tervezte, alul voltak az öltözők és kiszolgáló helységek, fölül pedig egy teraszos étterem. A belépő 5 forint volt, koncertekre 10 forint, a legdrágább étel 12 forint, és persze felszódázott sör, meg málna szörp. A fehér ing és nyakkendő kötelező volt, ahogy Szörényék is megénekelték, a lányok miniszoknyáját pedig lemérték, a túl rövid szoknya gazdája nem mehetett be. A hely minden szigor ellenére egyre népszerűbb lett, a beat megjelenésével pedig szép lassan a tánzzal énekesekkel körített, úgynevezett konszolidált szórakozás is kiszorult. Rajnákék eltűntek, ők 1974-ben egyébként egy sikkasztás ügyében börtönbe is kerültek, Rajnák 6 évet kapott, koncerteket pedig már nem ülve, szolidan kellett nézni, a közönség állt, majd táncolt, ugrált, végül tombolt. Aztán a szubkultúrának is megszületett a szubkultúrája, a bennem jutók az IFI park fölötti nagy fánál gyűltek össze, később az ott zenét hallgató fiatalokból alakult ki a Nagyfa Galeri. A kőkerítés leomlása után az utolsó néhány évben itt hátul volt a bejárat, itt lehetett bejönni, és itt volt a színpad, ezek az oszlopok voltak tulajdonképpen a backstage, és ezen a színpadon jöttek a legendás koncertek. Itt koncertezett rendszeresen az Illés, az Omega, a Sakmat, legtöbbször a kerülethez erősen kötődő Mini, szám szerint azt hiszem 97-szer, de játszott itt még Radics Béla, a Skampoló, az Olimpia, a Kex, a Hungária, később a Piramis, a Korál, a P-Mobil, a P-Box, a Beatrice és a Hobo Blues Band, a Kártágó és a Dinamit, az Edda, és 1984 őszén a zárás előtt még egy punkfesztivál is volt itt, VHK, Aurora, Marina Revue, Tizedes meg a többiek.
Aztán 1984. szeptember 23-án jött a park búcsúztató. Előző nap a bikini vendégeként még a Beatrice is fellépett újra, az eső után a híres Térden állva című szám alatt a hatalmas sárban mindenki állva maradt. Másnap a Shadows és az Old Boys kezdett, aztán jött a P-mobil az elektromos temetéssel. És akkor egy újabb nagy időugrás, 2014, az IFI Parknak már régen vége, és elkészül a Várkert Bazár teljes rekonstrukciója, méghozzá kortárs elemekkel, aminek lényegi eleme volt az, hogy a régi és az új részek ne keveredjenek. A tervek nagy része az a Köztiben készült, Posner Ferenc és Potyondi Péter vezetésével, de részt vett az egészben Dévényi Tamás is. Később sokan szóvá is tették, hogy mik azok a rozsdás dolgok ott a szépen felújított bazár közepén. Nos, az Korten Acél, éppen a kortárs elemeknek az egyik főszereplője, és nem véletlenül vannak ott, mert funkciójuk is van, méghozzá az volt a cél, hogy messziről, tehát még Pestről is jól lehessen látni azokat a részeket, amik újak a felújított Várkert Bazárban.